Sziasztok, üdvözlök mindenkit, közeleg a karácsony. És ugye karácsony miről szól? Ajándékozásról, holott nem erről kellene, de hát Istenem, ez van. Szeretnék pár tippet adni, csináltam már hasonló videót, de azóta itt is fejlődött a tudástárom, mint mindenben, hogy mit ajándékozzak, hogy mit ne ajándékozzak feltétlenül kedvesemnek, páromnak, hogy megelőzzük a különböző családi botrányokat, perpatvarokat. Először azzal fogom kezdeni, hogy mit ne ajándékozzak, tehát amit el kell kerülni feltétlenül, hogyha azt akarjátok, hogy a karácsonyi este kellemes, vidám hangulatba, és ne pedig morcosan, összehúzott szemöldökkel teljen el. Tehát először azzal kezdjük, hogy mit ne ajándékozzunk párunknak karácsonykor. Férfiaknak, nőknek vegyesen, tehát mindenki ossza be magát valami közös ajándék, tehát mind a két nemnek lehet adni valami, hol egyiknek, hol a másiknak. Tehát próbáljátok beosztani. Az első, ami ugye nekem kicsit testre szabott, és egyre többet hallom, mikor kitalálják azt, hölgyek, urak, hogy a párjuknak konditermi bérletet vesznek, akár egy havit, két havit, vagy hosszabbat, teljesen mindegy, szépen becsomagolják és odaadják a fa alá. Most ez miért nem jó? Ha már edz a párod, akkor nyilván van bérlete, tehát felesleges. Ha nem edz, akkor te finoman utalsz rá, hogy szarul néz ki. Nyilván nem azért akarod elküldni konditerembe, mert ott jobb a levegő, jobban lehet ismerkedni, remek közösségbe kerül, változik a jelleme, hanem szeretnéd, hogy változzon a fizikuma. Tehát, ha a hölgy kapja, akkor a férje nyilván túlsúlyosnak gondolja, ha a hölgy kapja, illetve a férj kapja, akkor azt gondolja a kedves felesége, nyilvánvalóan, hogy ura gyík testű, és hozzá kéne idomulnia a New York-i tűzoltónaptárba kiadott szereplőkhez minimum. Tehát ez a minimum. De mindenképpen, hogyha ilyet adtok ajándékba, ebből gáz lesz. Pártot csak nézi-néze, és hirtelen kitalálja azt, hogy mi lehet vele a bajod, ha eddig ez nem volt probléma, és neki most azonnal ki kell magát gyúrnia, vagy fitness modellé kell válni. Tehát te bérletet semmiképpen se. Ne ajándékozzak páromnak, gondolva magamra is, wellness hétvégét. Mondjuk hölgyek szoktak általában ilyeneket ajándékot megengedni maguknak. Előre gondolom, hogy milyen jó lesz a párjukkal. Párjuk meg közben azon elmélkedik, hogy karácsonyra kapott egy-két könyvvel, csendben félrevonul a kis kedvenc foteljába, hibont egy üveg sört vagy pohár bort, eliszogatja, hogy csöndbe ezt el lesz az ünnepek alatt, helyette elmehet valamilyen tököm tudja hova, wellness fürdőbe, éjjel 2 órási közös disznóvágásra, mikor utálja a zsírt, mint a szart, és locsoghat, pocsoghat mindenféle medencébe, herétázhathat csobogóba, mikor a háta közepében nem kívánja, üvöltözést, dajdad kell hallgatni 3 napig, tehát ebből megint családi botrány lesz, ha csak nem ő is ilyen beállítottságú, hogy minden vágya a hereáztatás. Következőt ne ajándékozzatok még, ami szerintem nem nagyon jó dolog, az a parfüm. Főleg, ha férfiak kedvenc ajándéka a parfüm hölgyeknek, főleg, hogyha nem győződsz meg arról, hogy tavaly előtt is, tavaly is, azelőtt is, annyira, hogy is mondjam én, annyira odafigyeltél a dolgokra, és annyira körültekintő volt, hogy nem nézted meg, hogy még bőven van belőle, és körülbelül 40 liter van a kis piperecekrényében a hölgyednek, akkor lehet, hogy nem fog osztatlan örömet okozni az újabb, nagy kiszerelésbe, kínai áruházban megvett, olyan, mint az eredeti parfüm. Tehát erre is figyelni kell. A másik, a parfümnél az a veszélyes, amikor kitalálsz te valami illatot, hogy szerinted ez neki jobban állna, mint amit ő megszokott, ebből megint gondok vannak, hadd dönts el mindenki, hogy milyen parfümöt használ. Nem hiszem, hogy bele kéne szólni, hogy szerintem neked ez jobban állna, mert nyilván azért használja azt a parfümöt, mert neki tetszik, és ebből a szerintem, hogy neked ez ilyen meg olyan, ebből megint csak feszültségek vannak. Mit ne ajándékozzak még? Hát, aktuális ajándék, és először talán egy kicsit ilyen ötletesnek is tűnik, de aztán ez is elment egy ilyen elég pervers formába, amikor hölgyek csinálnak magukról egy ilyen kicsit belsőségesebb, mondjuk akt fotósorozatot, és abból csináltatnak a kedves párjuknak egy naptárt, mondjuk 2019-es naptárt. Az ötlet az nem rossz, személyre szabott is. Csak igen, ám most elment a világunk abban, amiről beszéltem marasok helyen, hogy ugye nem vagyunk megelégedve magunkkal, a
külsőnkkel, ami nem baj, és ezen nem akár egy konditermi bérlettel akarunk változtatni, hanem különböző retusáló programokkal. Na hát itt szoktak gondok lenni, elkészül a naptár, hölgyünk teljesen máshogy néz ki, teljesen eltűnnek róla ráncok, hurkácskák, minden eltűnik róla, és egy gyönyörű, hibátlan, arcba is teljesen más hölgyike lesz rajta. Ami nem lenne baj, csak ugye az emberke megnézi a naptárat, és utána fölnéz, és most nem tudja, hogy téged lát, vagy valamilyen ikertes olat, akit eddig gondosan eltitkolta, és százszor jobban néz ki, mint te. Aztán nem lenne jó arra se ébredni, hogy mondjuk hirtelen rányítsz kedves férjedre, párodra, a klozeton is épp a naptárat lapozgatja, merev matyizás közepette, miután kijön, akkor meglátja az igazi eredményt, az igazit, és akkor lehet, hogy nem lesz annyira aktív. Nyilván ezt nem kell komolyan venni, csak kicsit humornak szántam, ha szar, akkor elnézést kérek. Tehát nem igazán értem ezeket a olyan naptárakat sem, amikor teljesen eltorzítjuk a külsőnket, azért, hogy mekkora buli, és a fotóst hagyjuk rábeszélni, hogy hadd csinálja, meg ez olyan, mint az eredeti, csak teljesen más képsorozatot, ahol téged egy ilyen dögös macának állít be, holott nem vagy az. Poénnak jó, igazából én nem értettem ezt soha, hogy miért kell olyan képeket csinálni valakiről, aki nem ő, de hát lelke rajtad, na ezt ajánlom ajándéknak. Tehát van itt néhány dolog, amit nem ajánlok ajándéknak. Amit ajánlok, az majd a következő videómnak lesz a tartalma, az viszont biztos, hogy meg kell gondolni, hogy mit adsz, vagy mit nem adhatsz, vagy adsz, mert marra kellemetlen szájízzel lehet lezárni egy karácsonyt, hogyha esetleg olyat kap az ember, ami neki nem biztos, hogy tetszik. Nyilván egy kulturáltabb légkörbe ezt nem fogja kimutatni senki, viszont ha már annyira nem becsülöd a párodat, hogy legalább egy olyan ajándékot adjál neki, hogy vegyél neki, aminek tudod, hogy titkon tényleg örül, és most nem vagyonokról beszélek, nem arról van szó, hogy a Skoda favoritot ki kell cserélni neki egy Maseratira, nem erről beszélek, nyilván, amit a kis pénztárcát megenged, hanem tudod, hogy ő mivel szeret foglalatoskodni, mi a kis hobbija, minek örül, akkor akár egy pár ezer forintos ajándéktól is biztos összepisálja magát. Nem feltétlenül kell ez a szeretném, hogy rajtad jól áll, és a régi cserél le például, hogy most kitalálod, hogy neki milyen jól áll a kínai Calvin Klein, itt tudom én, combszorítós alsó gatya, amit ugye ki kell rakni az alsó a gatyából feltétlenül, hogy kilógjon a felirat, és ez milyen menő, meg milyen fasza, amikor az emberünk, lásd én, világ életébe eredeti kínai szintén, de fecske alsó gatyát hordott, erről már elmondtam egyszer, hogy miért hordok ilyeneket, mert marra kényelmes, és nem csúszik fel a combomon a segjuk, amíg nem lesz belőle tanga bevágva, valaki ezt biztos élvezi, én nem. Tehát ha most valaki engem meg akar látni alsó gatyával, és kitalálja, hogy én ilyet hordjak, mert neki ez jobban tetszik, arra meglehetősen ingerlékeny leszek, mert lehet, hogy neki jobban tetszik, viszont nekem nyomja a tökömet meg a seggemet, és igazából hadd érezzem már komfortosan magamat az én 400 forintos kínai alsógatyámba, nem kell venni, akár mondjuk legyen eredeti több ezer forintos bármilyen márkájú alsógatyókát sem, mert szarul érzem benn magam, és ugye alsógatyának mi a sorsa, mindegyiknek előbb-utóbb szaros lesz, és szépen oda kerül, ahol való, vagy a mosógépbe, vagy a kukába, és nekem teljesen mindegy, hogy kínai kerül oda, vagy pedig Calvin Klein. Nem hiszem, hogyha egy hölgynek tetszek és levetkőzöm éppen, vagy vetkőzök, akkor éppen az alsó gatyámnak a szabását, mintáját, vagy éppen a márkáját nézi, ha meg azt teszi, akkor éppen épp baj van. Visszatérve, hogy mit ajándékozzak, durván párat elmondtam nektek, nyilván rengeteg minden van, amit ne. Most ezt a videót meglehetősen kéne úgy kezelni, ahogy szoktam a többit is, hogy azért ne annyira komolyan. Tehát ha akarsz venni valamit, és te úgy döntöd, hogy a párod mindenképpen örülni fog neki, ha tetszik neki, ha nem, akkor vedd meg. Biztos örülni fog neki, így 100%, de azért pár dolgot figyelembe kéne venni. És a következő videó az arról fog szólni, hogy mit vegyetek, mit tudok én ajánlani, aminek szerintem biztos, hogy örülne kedves kis páratok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!